Emlékezők. Életem egyik nagy ajándéka volt közelebbről ismerni Benkó Sándort. Ismerni óriási tudását, ami szerénységgel, alázattal párosult, és kicsit ismerni, mint magánember. Feltolulnak bennem a pillanatok, melyek fontosak voltak számomra, számunkra. Vegyes karommal a 2013-as karácsonyi mise előadására készültünk, mely a mű magyar nyelvű ősbemutatója volt a Szent Erzsébet főplébánia templomban. Óriási siker, elképesztő tömeg, fantasztikus élmény mindannyiunk számára. Már maga a készülődés is, és a fantasztikus profizmus, a nehézségek leküzdése, és aztán a végkifejlett maga a koncert, melyet én vezényelhettem. Kórusommal még soha nem énekeltünk ehhez hasonlót. Eszembe jut, amikor fiam kezdő lépéseit nézte a doboknál, amikor hosszú percekig mesélte, akkor 13 éves fiamnak a zenészlét minden vonatkozását, hogy milyen fontos, hogy több lábon álljon majd a világban, képezze magát, tanuljon, mint halálig, örökre hálás leszek a szavaiért. És eljött 2015. decemberre, amikor is a karácsonyi mise újbóli bemutatójára készültünk. Már maga a felújító próbasorozat is óriási élmény volt, arra viszont nem számítottunk, hogy Sándor utolsó koncertjén fogunk énekelni. Még a kórházból is adta instrukcióit telefonon a művel kapcsolatban az utolsó pillanatig. Nagyon hittünk gyógyulásában, de tudtuk, nem biztos, hogy színpadra tud állni. A koncerttel felsorakozó kórusom után azonban színpadra lépett a teljes Benkó Dixieland Band Sándorral. Azt hiszem, az a másfél óra, amit utolsó fellépésén együtt éltünk át kórusommal, mindannyiunk számára hihetetlen ajándék volt. Lefogyva, remegő ujjakkal, de izzó tekintettel, utolsó erejét összeszedve csodát alkottunk ott. Ott 2015. decemberében a Chiliben. Köszönöm.